Tematikus kiállítást rendeztek a szlovák nemzeti felkelés 75. évfordulójának alkalmából a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeumban. Életem egyik vágya vált valóra ezzel a mai kiállítás megnyitással, mert engem a szlovák nemzeti felkelés régóta izgatott, és több mint 2 évnek kellett eltelni, hogy a megvalósulás útjára lépjünk, ez most itt megtörtént. Köszönettel tartozom mindenkinek, de elsősorban a szlovák nemzetiségi önkormányzat tagjainak. Salgótarján szlovák nemzetiségi önkormányzata, a Budapesti Szlovák Intézet és a Dornyai Béla Múzeum közös kiállításán számos információt megtudhattak az érdeklődők erről a jelentős második világháborús történelmi eseményről. A szlovák állam 1944-es polgárháborúja nem csak amiatt fontos számunkra, mert sok száz honfitársunk adta életét a harcokban, de a térségre gyakorolt hatása is igen jelentős. A tárlat a függőségben lévő, korlátozott szuverenitással rendelkező szlovák köztársaság helyzetét mutatja be a II. Világháborúban. A német birodalmi függés először gazdasági konjunktúrát, majd erős politikai függőséget és a zsidó lakosság deportálását hozta magával. A megosztott Szlovákia, különös tekintettel a középső ország részre és Besztercebánya térségére polgárháborús helyzetbe sodródott. A kiállítás nem csak a kommunista és fasiszta erők harcára, de a konfliktus hátterére és a regionális hatásokra is reflektál. Éj, keményen a korona, dojak ti bežava, štvrtku baranini odrezat si dala. Ej, štvrtku baranini odrezat si dala. Nem tudhatjuk pontosan, hogy a történelmi értelme a kérdés, de ugye a Benes-féle dekrótumok nagyon kegyetlenül bántak, brutálisan bántak el a német, ott élő német civil lakosság, illetve a magyar lakossággal is a háború után. Nem lehet tudni, hogy mi lett volna, ha a szlovákok is sokkal alárendeltebb szerepet töltöttek be valószínűleg az új csehszlovák államban, vagy legalábbis a békekötés utáni időszakban, hogyha a szlovák nemzeti felkelés nem történik meg. A Salgótarjánban első alkalommal megrendezett kiállítást október 5-ig tekinthetik meg az érdeklődők.